Hát számodra nem idegen ez a versenysport, amit most Sarka Kata is művelni fog. Te mennyire tudtál erre készülni, vagy mennyire változtatta meg az életedet ez a fajta életmód? Igen, így van, én is indultam már ilyen versenyen, úgyhogy pontosan tudom, hogy Kata most mind ment keresztül, és főleg ebben az utolsó pár órában milyen nehéz lehet neki, hiszen most már szinte alig evett, vízmegvonás is igazából egész nap szerintem nem ivott semmit, úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak, nekem is nagyon nehéz volt, úgyhogy én nekem inkább azt mondom, egyszer nagyon jó volt, hogy kipróbáltam, de nem annyira éreztem magaménak, nem is azért, mert nem szeretem ezt a sportot, nagyon jó, csak ez az utolsó egy hét tényleg nagyon küzdelmes, amikor szinte már semmit nem eszik az ember, és nagyon keveset iszik, de hát ez a felkészülés része. De ez egyébként nem túlzás, tehát a magánélet mennyire megy rá egy ilyen fajta készülődésnek? Én egy picit túlzásnak éreztem, az mellett, hogy el kell mondanom, hogy ez egy nagyon szép sport is, mert tényleg a felkészülésnek olyan pozitív része is van, tényleg amikor kiválasztjuk a bikinit, pozolni, tanulás. Tehát azért egy nagyon jó dolog, meg mindez mellett ugye az ember belenéz a tükörbe, akkor tényleg őszintén elégedett tud lenni önmagával, de a magánélet rá tud menni, hiszen rengeteg energiát kell belevinni, napi akár két edzés, pózolás, tehát én volt, hogy 3-4 órát töltöttem az edzőteremben, kardióval, mindennel együtt, úgyhogy így a magánéletre semmi időm nem maradt, és mellett a többi munkámat sem tudtam 100%-osan ellátni, hiszen főként arra koncentráltam, hogy a verseny jól sikerüljön. Most azt mondod, hogy akkor voltál elégedett önmagaddal, amikor belenéztél, nyilván akkor ugye már ez a hasonló, mint egy anorexiás állapot, valóban ez az megelégedett női test? Nem, én most is elégedett vagyok önmagammal, csak az a test, amit az ember így lerajzolna, hogy na, elég ott tökéletes, de én most is nagyon elégedett vagyok magammal, sőt, én nem vallom azt, hogy egy ilyen vékonynak kell lenni. Persze Kata nagyon csinos most, és én is azért nagyon lefoltam fogyva a versenyre, de azt gondolom, hogy az emberem van egy pici plusz kiló, az sem probléma. Újra a reneszánszát éli, hogy arra mondják azt, hogy természetes nő, aki bőven van úszógumi, vagy mint hogy te is mondtad, egy pici plusz kiló, te akkor ezzel egyet érted? Hát is, azért bizonyos határokon belül, tehát egy pici popsi nem árt, tehát hogy lehessen mit fogni a hölgyeken, az szerintem jó, de ha sok, az szerintem nem annyira esztétikus az én véleményem szerint. És hát végezetül egy kis bulvár megjelent a könyved a napokban, milyen visszajelzéseket kaptál? Kitalálták már, hogy Puskás Peti mellett ki a második közszereplő? Nem, még nem találták ki, és én is nagyon izgatott vagyok, hogy vajon kitalálják-e, hogy ki a másik közszereplő. Amúgy a visszajelzések alapján nagyon pozitív, persze olyan kritikát kaptam, aki azt várta, hogy ez abszolút a felnőtt filmezésről fog szólni, az kicsit csalódott, de én ezt korábban is elmondtam, hogy ez nem egy bulvárkönyv, és nem csak a felnőtt filmezésről szól. DVD melléklet nincs hozzá? Nincs hozzá DVD melléklet, sőt képekkel sem illusztráltuk, de akik tudták, hogy mit várnak a könyvtől, ők mindannyian azt mondták, hogy nagyon izgalmas és letehetetlen a könyv. Volt, aki egy nap alatt kiolvasta. Cserélünk, odaadom a jutalékom, te elmondod az információt, ki az a közszerep. Hát, az úgy nem érné meg nekem ebből, mert hogy ígéretet tettem, hogy nem adom ki.